Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Megállíthatatlanul drágul a kenyér, szinte hetente emelkedik valamennyit a péktermékek ára. Beszélünk majd arról, hogy meddig tarthat ez a folyamat. Előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Agrárszakképzés. Hétvégén nemzetközi traktorhúzó versenyt rendeznek. Egekben az árak. Rövid időn belül 1000 forintra nőhet a kenyér ára. Burgonya szemle. A nemesítő cégek gyulatanyán ellenőrizték a termés alakulását. Fejlesztések Újfehértón. Kerékpárút felújítás és bölcsőde bővítés van folyamatban. Hétvégén Hajdúböszörményben rendezik meg a nemzetközi traktorhúzó versenyt. Ezzel egyidejűleg pedig kelet-magyarországi agrárfórumot is tartanak. Az eseményre 4 országból érkeznek a gigantikus gépek és a versenyzők. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény megszervezésében az Északi Agrárszakképzési Centrum is részt vett. Hatalmas gépek, óriási lendület, félelmetes hanghatások. Újra megrendezik a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Versenyt és Kelet-Magyarországi Agrárfórumot augusztus 12-e és 14-e között Hajdúböszörményben. A megmérettetésre a hazai versenyzők mellett érkeznek Dániából, Hollandiából és Németországból is indulók. Ez volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet július 18-án tartottak a Városházán. Fóris László alpolgármester köszöntőjében elmondta, Hajdúböszörményi nyár elnevezéssel indított programsorozatot a város, amelynek része többek között a júliusban megrendezett nemzetközi művésztelep, az írótábor, az augusztusi Hajdúhét és a szeptemberi városnapi programsorozat is, valamint több könnyű zenei fesztivál. Emellett pedig igazi különlegességgel szolgál a traktorhúzó, amelyre az idei évben is az ország minden pontjáról várnak érdeklődőket. Ficsor László, a szervező egyesület elnöke kiemelte, összesen 12 csapat méri összetudását 3 kategóriában. A profik mellett amatőr és veterán traktorhúzó versenyszámokat is élvezhet a közönség Magyarország egyetlen traktorhúzó versenypályáján, a Széchenyi Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Hozzátette, a verseny lényege, hogy az indulók megmutassák, mekkora erő is lakozik a gépeikben. A kvalifikációs futam során 100 méter hosszan kell elhúzniuk az üres súlypadot, majd a döntőben ez utóbbi plusz terhelést kap, és azt kell minél messzebb juttatni versenygépük segítségével. A versenyhez kapcsolódva az idei évben is lesz pénteken karnevál, amely egyedüli módon hozza közel a lakossághoz a lóerőket. 12-én este a körúton minden versenyző végigvonul, és karneváli hangulatban ünnepli a Hajdúböszörményi megmérettetést. Nagyon készülünk az augusztus 20-ai előtti hétvégére, már 21 éves hagyományt folytatunk újra. Augusztus 12-én, 13-án és 14-én Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny veszi újra kezdetét. Nagyon sok érdeklődő versenytraktor, amatőr traktor érkezik hozzánk, de talán a legfontosabb, hogy Európa 4 országából mintegy 12 épített versenygép fogja húzni a súlypadot Hajdúböszörményben. Sikerült súlypadot is szereznünk, Olaszországból érkezik hozzánk, a profi kategóriában több kategóriában fogják a versenyzők a súlypadot végighúzni a pályán, és nagyon sok amatőr versenyző is érdeklődik a böszörményi hétvégére. Évekkel ezelőtt kialakítottunk egy forgatókönyvet, a szombat-vasárnapi pulling előtt egy mezőgazdasági szakmai napot szerveztünk. Egyrészt megköszöntük a támogatóinknak a támogatást, részvételt, másrészt sikerült ezt a konferenciát egy olyan színvonalú és egy olyan nagyszabású rendezvényre felfejleszteni, hogy egy kicsit mindenki ide figyel Böszörményre, mindenki az agrárszektorra figyel, és nagyon jó előadások, értékes gondolatok hangoznak el, és hát a sok nehézség ellenére is próbáljuk előre tolni a agrárium szekerét. Azt gondolom, hogy visszatértünk az alapokhoz, ez a traktor pulling és a traktorhúzó versenyszervezés, visszatértünk ahhoz, hogy kik a mi partnereink, ez az agropartner találkozó, a traktorosok, a különböző mezőgazdasági gépkereskedők és mindenfajta olyan vállalkozás, aki segíti és támogatja ezt a rendezvényt, és visszatértünk a konferenciához is, amit most önállóan szervezünk, nagyon sok támogatóval, segítővel, de továbbra is Kelet-Magyarországi Agrárfórum 2022 lesz az elnevezése.
Két évvel a Covid után mindent újra előről kellett kezdeni. Rengeteg olyan nehézség, csapás, pénzügyi helyzet alakult ki, ami minket is elbizonytalanított, hogy szervezzük vagy ne szervezzük a rendezvényt, de hál' Istennek a vezetőség úgy döntött, hogy összefognak, támogatnak minket, és újra meg kell szervezni ezt Hajdúböszörményben. Jegyek, erről hallhattunk, hogy akár elővételben is érdeklődhetnek már a kedves vendégek. Igen, a versenyre a napi jegy 4000 forintos áron a helyszínen megvásárolható, 6 év alatt ingyenes lesz a belépés, és 6 és 14 év között pedig 2000 forint. Mi azt gondoljuk, hogy ezek a jegyárak nagyon korrekt, és olyan árak, amik igazodnak az emberek mostani pénztárcájához és anyagi körülményeihez. Ugyanakkor az Agrotrenddel közösen szeretnénk elővételben is elindítani a jegyvásárlást, ahol 4000 helyett 3500 forintért lehet megvásárolni. A háromnapos rendezvény 12-én pénteken Agrárfórummal kezdődik, amelyen többek között az agrárium helyzetéről, a vidékfejlesztés lehetőségeiről, a szakképzésről, az állattenyésztés aktualitásairól, valamint a növénytermesztés kihívásairól is hallhatnak előadásokat az érdeklődők. Szollát Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, megyei elnöke, a program védnöke kiemelte. Emblematikus rendezvénye ez a térségnek, amely az elmúlt két évben hiányérzetet hagyott maga után, amiért a járványhelyzet okozta nehézségek miatt nem tudták megszervezni. Stündül László, a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karának dékánya szerint intézményüknek különösen fontos, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken közreműködjön. Mint fogalmazott, azon túl, hogy a figyelmet az agrárium felé irányítják, azt is üzenik a hallgatóik felé, hogy mennyire beágyazott az intézmény a térség mezőgazdasági életében, hiszen egyik legfontosabb céljuk, hogy az ágazatban működő cégeket minőségi, képzett szakemberekkel lássák el. A sajtótájékoztatón 3 a rendezvény aranyfokozatú támogatója is részt vett. Elsőként Bodnár Lajos, a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. Ügyvezetője fejezte ki örömét, hogy a programmal a városban olyan összefogás valósul meg a cégek, illetve szakmai szervezetek és a politikai szereplők között, amely révén egy országos hírű, magas színvonalú rendezvényt tud a település kínálni az érdeklődőknek. Ifjabb Sánta Imre a Formula GP Kft. Részéről kiemelte, a traktorhúzó egyedülálló kikapcsolódási lehetőségeket kínál az országban, és mivel vállalkozásuk központja is Hajdúböszörményhez köthető, ezért érezték fontosnak támogatni a programot. Nagy Antal János a Nagév tulajdonosaként szívügyének tekinti a rendezvényt, amelyet lokálpatriótaként minden évben anyagi forrásokkal is segít. A hétvégén megdöbbentő híreket lehetett olvasni a kenyérről, azt írták, hogy heteken belül elérheti, sőt talán meg is haladhatja az 1000 forintos kilónkénti árat. Mi lehet ennek az oka? A részletekről Lakatos Tibort, a Magyar Pékszövetség alelnökét kérdezem. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. De ne a rossz hírekkel kezdjük, hanem kezdjük a jó hírekkel. Mindjárt itt van augusztus 20-a, ami többek között az új kenyér ünnepe is, és már hagyományosan a Pékszövetség idén is megválasztotta az évkenyerét, amelyet el is hozott hozzánk. Melyik most az évkenyere, és miért különleges ez a kenyér? Ugye a Pékszövetség már 11. alkalommal hirdette meg a kenyérversenyt. Ugye három kategóriában hirdettünk versenyt. Az egyik a Szent Istvánnapi kenyér, másik az innovatív, a harmadik pedig egy olyan sütemény volt, ami sétáló süteménynek neveztük el, és ugye ennek a eredményhirdetése lesz holnapi nap a Várkert bazárban, ennek a három terméknek a első állam helyezettei fognak díjat kapni. De igazából ugye a legfontosabb a Szent Istvánnapi kenyér, amelyet látható, ez az úgynevezett gulyás kenyér, amelyet a Balmas sütőde által gyártott termék nyert el a Szent Istvánnapi kenyérnek a megnevezését. Ez egy azért különleges ez a kenyér, mert négy fajta lisztből készül. Béla 55-ös lisztből, 80-asból, illetve két különleges soros lisztből, és van benne teljes kérdésű liszt. Adalékanyagot ugye abszolút nem tartalmaz, és ami a tartósága mellett szól, hogy zsír is van benne, és nagyon magas a héjszerkezete, vastag a héjszerkezete, ezáltal nagyon sokáig áll ez a kenyér, sokáig friss marad. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez méltóképpen fogja ez a kenyér elnyerni, méltóképpen nyerte ezt a megnevezést, hiszen nagyon-nagyon
külalakra is nagyon látványos, és íze is nagyon jó ízvilág. Olyan, mintha a régi idők kenyerét néznénk. Igen, a szerkezete is látszik, a felülete is, hogy olyan, mint mikor a nagyanyáink sütötték kemencébe, és egy picit ugye megrepedezik, ez emlékeztet a régi időszakra, és hangsúlyozom, hogy nagyon jó vastag a híj szerkezete, és ez különleges tízdada ennek a kenyérnek. Ugye mondjuk ez akkor a hagyomány szimbóluma lehet. Van egy kategória, amit említett, ez az innovatív kenyér, ebben a batátás kenyér lett az első. Ugye batáta vagy édesburgonya, az ember ismeri, sokan szeretik is. Milyen lehet a kenyér, ha édes? Ez a Varga Ferenc, a Móralmi sütődének a tulajdonos alkotta meg. Ugye 17 verseny volt, versenytermék volt a sűrűzés előtt. Ugye az két körös volt a zsűri, ezt mindenképp el kell mondani. Az első körben 5 zsűri tag értékelte a termékeket, a második körben pedig a hozzácsapódott még a Nébiktől és az Agrárminisztériumtól 2 zsűriző, és ők alapították meg a sorrendet, ők választották meg. Nagyon fontos, hogy ezeknek a termékeknek mindenképp meg kell felelni a Magyar Élelmiszerkönyvnek, sőt, aki az első körön tovább jutott, ezen termékeket laborvizsgálatra vetettük alá, és volt olyan termék, amelyik átment az első körön, nem felelt meg a laborvizsgálatnak, és emiatt ki is esett a versenyből, tehát csak azt akarom hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon komoly feltételek voltak, és nagyon komoly előírások voltak. Visszatérve a batátás kenyére, tehát az egy nagyon különleges termék, összetételű termék. A batáta nem olyan magas részarányt képvisel a kenyérbe, tehát az az ízvilágát azért nem lát annyira, nem vitte annyira el az édes irányába, hiszen döntően is lisztből, rozslisztből készült. Ami nagyon fontos, hogy ez több mint 24 órás kovásszal készült a batátás kenyér, úgyhogy ezeket a termékeket 19-től lehet majd kapni az ország különböző pénzségeibe, illetve a Várkert bazárba lesz bemutatva, és ott már a vevők már megvásárolhatják ezeket a termékeket 19-től 21-én ott az ünnepségen. Ugye ünnepre készül a szakma, de amúgy meg nehéz ez az év, hiszen úgy tűnik, hogy nagyon magasak lesznek a kenyérárak, egyre magasabbak, többször beszélgettünk már akár ebben az évben is arról, hogy hogyan alakulnak az árak. Nyilván a Pékszövetségnek befolyása arra nincs, hogy mennyi egy kiló kenyér, ez természetes, de a folyamatokat látja. Mi van most a piacon? Ugye a kenyérárát mindig elmondom, a kereskedő határozza meg. A pékek azt előállítási költségeknek a növekedését tudják áthárítani az úgynevezett átadási árba, hogy milyen árést és milyen üzletpolitikát alkalmaz a különböző kereskedő, az a kereskedőnek a üzletpolitikájától függ. Tehát én azt gondolom, ez azért 1000 forintos kenyér egy kicsit túlzás a híreknek, én ellentmondanék, nem hiszem, mert mondjuk tudni kell, azért nagyon sokféle kenyér van. Tehát az azért nem elemezték ki a hírnek a szerkesztői vagy terjesztői, hogy ez milyen kenyér. Tehát azt hiszem a legalapvetőbb kenyér, amit ugye hétköznapokban a legtöbbet vásárolnak az embert, az úgynevezett félbarna kenyér, ami igazából 70 deka lisztet tartalmaz. Na most el kell mondom, hogy most egy éve ezelőtt 88 forinté vettük ezt a 55-ös lisztet, most ennek a jelenlegi ára 210 forint, de sajnos a búzatermésnek a rossz eredménye és a világpiaci árak miatt vélhetően a malmok elmondása szerint ez 250 forintra fog fölmenni ennek a lisztnek a nettó átadási ára. Ez már akkor több mint háromszoros emelkedés. Ez több mint háromszoros emelkedés, tehát ezt nyilván ezt a pékszakma nem tudja kigazdálkodni. De hát ugye nagyon sok tényező befolyásolja meg a terméknek az önköltségét, azért mondok átadási árat, hiszen mi azt tudjuk befolyásolni, azt tudjuk tovább hárítani. Nagyon jelentős költségnövekedés az energia. Ugye a pékek döntően éjszaka dolgoznak, meleg kemence nélkül nem lehet kenyeret sütni, tehát vélhetően a mostani tárgyalások során, ugye a Pékszövetség is tárgyal a energiabeszállítókkal, a jelenlegi árnak közel 6-7-szerese lesz szeptemberben. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon jelentős költségnövekedés.
És ami ugye még befolyásolja kenyérnek az önköltségét, a szállítási költség, ugye a múlt hét előtti héten bejelentett üzemanyag emelkedés, az bennünket jelentősen érint, hiszen majdnem duplájára, sőt duplájára is fölemelkedett a szállítási költségben az üzemanyagára. Tehát nincs olyan tényező, amely a kenyérárának a önköltségének önköltségét ne befolyásolna. De ha azt mondom, hogy a legnagyobb összetevő liszt mellett, ugye nagyon sok olyan anyagot is használunk, ami euró alapú, tehát azt is tudjuk nagyon jól, hogy igencsak legyengült a forint, és ilyen például a margarin, amit ugye minden süteményben használunk, az is import alapanyag, az élesztő, a vaj, a sajt, a túró, tehát ez minden minimum 40-45%-os emelkedés jelentenek. Úgyhogy sajnos ezt nem tudjuk igazdálkodni. Én bízom benne, hogy mindenki az önköltségek körül áron fogják a pékek ezt, vagy a körül áron fogják átadni a kereskedőknek. És egy picit arra biztatnám a kedves vásárlókat, hogy úgy, ahogy Ausztriában, Franciaországban, többi országban is, spóroljanak a kenyére. Nem csak az energiával kell spórolni, ne pazaroljunk. Én szentül látom, hogy, és meggyőződésem, hogy nagyon sokat pazarolnak a magyar emberek. Megveszik a kilós kenyeret, és kidobják 2-3 nap múlva. Több szempontból is fontos a kenyérrel gazdálkodni. Nagyon fontos a kovászos kenyér, és mint itt is látható, ez a kenyér is egy 24 órás kovásszal készült. Nincsen benne élesztő, tehát emiatt ugye nagyon könnyen emészhető ez a kenyér. Tehát én azt tudom tanácsolni, hogy a kilós kenyerek helyett próbáljanak az emberek a vásárlási szokásokon is változtatni, és keressék azt a terméket, azt a kenyeret, ami hosszú órákon, napokon keresztül is friss marad, könnyen megemészheti a szervezet. Csak egy példát mondok, Ausztriában voltam múltkor, ott van olyan üzlet, ahol 4 szelet kenyeret vesznek az emberek, mert nem spazarolnak, meg tudja, hogy ez a kenyér másnap elfogy, és akkor veszi a jobb minőségű kenyeret. Tehát egy picikét azt gondolom, hogy meg kell változni a szokásoknak, és el kell abba az irányba enni, hogy kovászolt kenyeret vegyenek az emberek, a kovász, ugye az a kovász a kenyér lelke, és azt keressék, és abból ne vegyenek csak fél kilós vagy 25 dekást, és azt gondolom, hogy ezáltal jóval több pénz marad a pénztárcájukban a vevőknek, hogyha ebbe az irányba mennek el, és nem a kilós kenyeret vásárolják. Vannak-e adatok arra, hogy csökkent-e a kenyérfogyasztás pont az áremelkedés okán, vagy ez még most nem látszik? Ez még nem látszik, hiszen még most szeptemberben körül fognak az árak kialakulni. Én azt gondolom, egy másik tény az viszont már jelentett, hogy elég sok pékség jelezte, hogy bezár a Pékszövetség tagjai között is. Voltak már olyanok, vannak is olyanok, akik jelezték, hogy nem tudják ezt a megnövekedett költségeket kigazdálkodni, és bezárják, vagy eladják az ümeket. Sajnos ez egy várható tényező lesz a piacon. Pedig nem megbánta senkit, hogyha valaki egy kis pékségben vásárol, ismerik őt is, meg ő megismeri a péket, az egészen más érzés, mint hogyha valaki egy nagy bevásárló központban sok más mellett veszi ott a kenyeret, igen, nyilván másabb a minősége. Igen, csak hogy azt tudni, egy kis pékségnél a beszállító árak nem ugyanazok, mint egy nagynál. Igen. Csak példát mondok, van olyan kis pékség az országban, ahol egyszerűen nem szállít a szállító lisztes, mert neki nem éri meg 50 km elvinni azt a pázsák lisztet. Tehát azért ez a kis pékségeket is azt gondolom, hogy hátrányos helyzetbe hozza. De visszatérve a kenyér árára, én azt gondolom, hogy ismerve az a kézműves pékségeket Budapestek, ott már réges-régen 1000 forint fölött van a kenyérnek az ára, és azt gondolom, hogy a vásárlók ott igénylik azt a minőségi terméket, és ott már bevált az a szokás, hogy kevesebbet vesznek, drágábbat, és hosszú ideig megtartják a termékeknek a minőségét. És az nem járható út, hogy ha valaki esetleg otthon megpróbálkozik saját maga is kenyérsütéssel, bár tudom, hogy ez működvelő mód, de mégis csak előfordulhat. Én emlékszem a pandémia bevezetésén, amikor ugye nem lehetett az országba élesztőt kapni, ugye nagyon sokan elkezdtek kenyert sütni, aztán rájöttek, hogy igazából nagyon macerás ez a kenyérsütés.
nem is beszélve, tehát amit említettem, hogy a kenyérek, a kovász, tehát ott egy ilyen automata sütőberendezése, ezeket nem tudják meg elkészíteni ilyen minőségben a termékeket. Aztán be is igazolódott, hiszen most már nem is annyira jellemző ez a otthoni kenyérsütés. Én azt gondolom, hogy az az időszak fog bekövetkezni, hogy az emberek spórolni fognak, el fognak menni a szakboltok irányába. Tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a nagy áruházba fogják vásárolni a kenyeret, hiszen ott nem is tudnak ilyen minőséget garantálni az előállítás során, és azt gondolom, hogy akkor az emberek a szakboltokba, nagyobb választékba, szakemberek által, hiszen egy áruházba ugye nem tud tanácsot adni egy eladó, hiszen nincsen főkészülő, de egy szakboltban azért elmondja a vevő, hogy milyen problémái vannak, mit szeretne, gluténmentes vagy laktózmentes terméket, akkor tudunk segíteni neki. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba fog elmenni a sütépi termékeknek az értékesítése. Jó, lehet, hogy ez már a jósolás kategóriája, de mehet majd még visszább a termék ára, vagy én ritkán látom azt, hogy valaminek csökken az ára, vagy inkább hozzá kell szoktunk, ugye ez az 500 és 1000 forint közötti kilogrammkénti árhoz. Én nagyon bízom benne, hogy ha mennyibe a búza ára és a világpiaci ára is csökkenni fog, akkor én el tudom képzelni. De én megoldásnak én nem ezt javasolnám, én az áfa csökkentést. Azt hiszem több országban is bebizonyította például Romániában, hogy az áfa csökkentéssel nőtt a vásárlóerőknek a száma, és hatékony volt ez az áfa csökkentés. Úgyhogy én azt gondolom ebben az irányba. Sokan attól tartanak, hogy az áfa csökkenésnek a nagy részét a kereskedő lenyeli. Igen, ez a kereskedőnek az üzletpolitikája, de én mindig az átadási árat mondom. Tehát ott azért az áfa 18-5%-a csökkenés, de azért azt nem biztos, hogy a kereskedőnek kellene nyelnie. Én azt gondolom, ezt át kell adni a vevőkre, és a vevők változtassák meg a szokásaikat, és tényleg minőségi kenyereket, süteményeket vásároljanak. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és hát akkor augusztus 20-a alkalmában is teljesítse az új kenyeret is, meg a kenyeret előálltó pékeket, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is bízom, hogy a kenyér ismételten az asztal közepére kerül, mert az utóbbi időben azért sokan mondták, hogy nem egészséges a kenyér. Picit azt gondolom, hogy lekerült az asztal szíre, de én úgy gondolom, hogy most eljött az idő, amikor minőségi termékeket, minőségi kenyeret lehet majd vásárolni, és visszakerül a méltó helyére a kenyér. Köszönöm szépen, itt volt. Köszönöm. Maradjunk a mezőgazdaságnál, elmarad a burgonya terméshozama az elmúlt évek átlagától, legalábbis azokon a helyeken, ahol nem tudták folyamatosan öntözni a növényt. Hatalmas költségeket emész fel a krumpli gondozása Gyulatanyán is, ahová most a nemesítő cégek képviselői látogattak el, hogy ellenőrizzék a különböző fajták fejlődését. Április elején kezdték el ültetni a burgonyát a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. A növény 35 fajtáját nemesítik itt különböző cégek. Képviselőik szerdán ellenőrizték a termés alakulását a földeken. A kiskunhalasi székhelyű Bács Gazda Coop Kft. 12 burgonyafajtát termesz Gyulatanyán. Igyekeztünk idén olyan fajtákat hozni Magyarországra, ide Gyulatanyára is, amik elsősorban ezek az új időjárásnak megfelelnek, jobban bírják ezt a hőstresszt, kevesebb locsolást igényelnek. Egy baj van most még jelen pillanatban ezekkel, a magyarországi burgonyavásárlók inkább a piros héjút keresik, nem pedig a sárgát. A mai napnak a szokásosról eltérően nem ez a megszokott 3-350 fős rendezvény, hanem csak egy szűk 20-30-40 fő. Gyakorlatilag a fajta tulajdonosok jöttek, illetve termelők, cégek, akik inputanyaggal, növényvédőszer, műtrágya, stb. Vettek részt. Nekik azért mégis azért úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk a burgonyát. A kiszedett burgonyával nagyon meg vannak elégedve a körülményekhez képest, mivel ők is hangoztatták, hogy ez az év, ez egy kimondottan extra év. A termelők és a fajta tulajdonosok meg voltak elégedve a burgonyák minőségével. Ehhez persze az is kellett, hogy Gyulatanyán folyamatos legyen az öntözés, csapadék ugyanis alig érte a növényt.
Májusban volt itt Gyulatanyán 4-es 4,8 mm, júniusban egyszer kaptunk 7 mm, utána 15-öt, és egész júliusban egyszer vagy kétszer volt ilyen 2-2 mm, egy ökök semmi, és az iszonyatos légköré a száj, illetve ez az UV-sugárzás, ami a növényeknek kívánt, úgy a burgonya, a napraforgó kukorica, én 42 éve csinálom, de összesen nem találkoztam ilyen ennyi problémával, mint ami most ebben az évben jelentkezett. Kezdve tavasszal a madárkár, ugye a varjú kiette, ugye a kisparcellás kísérleteket újra kellett vetni, mindent, tehát őt, szóval egy szóval sajnos én nem vagyok egy pessimista, optimista vagyok, de most tényleg tragédia köbben ez az év. Épp most voltam egy kelet-magyarországi, észak-magyarországi túrán, Megyesegyházától egészen föl Sárospatagig, Debrecen környékét is érintve, Nyíregyháza környékét is érintve. Látszik az, hogy akik át tudtak állni a mikroöntözésre, csepegtetésre, vagy lineárt láttam, ugye ott igencsak bőtermés jelentkezett. Ott, ahol egyéb más típusú öntözés volt, ott sajnos különböző problémák megjelentek, mint termishozamcsökkenés, vasfoltosság. Az már most látszik, hogy a szárazság miatt jelentősen kevesebb burgonya terem idén, mint tavaly. A gondozás, az öntözés és a növényvédelem egyre nagyobb költségeket emészt fel, a hosszú távú időjárási előrejelzések pedig nem kecsegtetnek sok jóval. Az öntözés az nagyon-nagyon költséges, ugye különösen most, ami lesz, ugye ez az új villanyszabály, ugye, hogy a 72 font, illetve még több, meg a vízét, szóval nagyon-nagyon-nagyon költséges, tehát gyakorlatilag én úgy fogalmazok szint, hogy amit az ember nyer a termésen, majdnem odafizeti most már öntözés, meg villanyszabály. Azért nem egészen így van, de sajnos hasonló, ahogy is el kell a körülmény. Ugye munkabért mindent alapú véve, szóval nagyon nehéz, és egyre nehezebb lesz. Sajnos következő évre is már ilyen időjárás jósolnak, illetve, hogyha nem jön jelentős mennyiségű csapadék ősszel, tavasz, vagy ősszel és télen, akkor ez már a következő évi termése is kihatása lesz, ez az iszonyatos szárazság, ami most uralkodik ezen a tiszántúli részen. Azt, hogy kialakulhat-e hiány az üzletekben, és hogy mennyit kell majd fizetni a burgonyáért, még nehéz megmondani. Az viszont már biztos, hogy az egyik legjelentősebb burgonya exportot bonyolító Lengyelországban is elmarad a termés átlag az elmúlt évek átlagától, a kereskedelmet pedig az egész Európát sújtó üzemanyag ár emelkedés is akadályozhatja. A piac ez folyamatosan változik, függ a behozott sajnos import mennyiségtől is, illetve bár a termelőkkel, ahogy beszélgettem, egy kisebb fellendülés érezhető, ugyanis sokkal kevesebb a termés, ezáltal egy kisebb hiány fog jelentkezni a piacon. Ők azt várják, hogy az ár kicsit megáll, vagy fel fog emelkedni. Ugye azért Lengyelországból elég sok burgonyát szoktak behozni Magyarországra, most ugye ez a gázolajár emelkedés, minden, most ez is ki tudja, hogy fog alakulni, merre fog elbillenteni a méreg nyelvét. 12 fős csoportszobával, hozzá tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel bővül a bölcsőde Újfehértón. A bővítéssel egyidejűleg márciusra a régi épületrészt is kívülbelül felújítják. A város legrégebbi kerékpárútja is megújul és biztonságosabbá válik. Az 1990-es évek elején épült szakasz már balesetveszélyessé vált, a mellette lévő fák gyökerei ugyanis feltörték az aszfaltot. Itt is látszik az, hogy az előző felújítás alkalmával nem sikerült minden problémáját megoldani az épületnek, hiszen ez a hely, ahol most vagyunk, nagyon gyakran beázik, és a salétromos fal is indokolja azt, hogy ezt a részét is felújítsuk az épületnek. Az újfehértói játékvár bölcsödében azt mutatja a polgármester, mi minden vált az elmúlt években elavult-e, mik indokolták a felújítást. A műanyag ablakok első ránézésre jó állapotúnak tűnnek, de az évek során ezek is elhasználódtak, megértek a cserére. A napokban viszont a kéménybontás zajlik, ez közel 30 méter magas volt, és már életveszélyessé vált. A lebontott téglákat pedig a tervek szerint valamilyen formában újra hasznosítja majd az önkormányzat. A régi épületet sajnos újra kellett varázsolni, hisz az előző felújításkor, 10 pár évvel ezelőtt, 2006 környékén volt egy felújítás, de az nem sikerült tökéletesen, és mostanra már kijöttek annak a felújításnak a hibái. Ezeket kell most orvosolnunk, tehát minden nyilázáró ki lesz cserélve, a falak a vakolat is le lett verve, illetve teljesen új padlóburkolatot, új fűtésrendszert, új vízrendszert, napelemeket kap az épületet, teljes modern 21. századi bölcsődében járhatnak majd a gyerkőcök, jövő tavasszal reméljük. Bár a radiátor már le van véve a helyéről, és a mennyezetről is lógnak a vezetékek a lámpatestre várva, a régi épület belső felújítása csak később kezdődik el. A teljes beruházás munkálatai évelején kezdődtek a bővítmény építésével.
ha 30 centis téglák már a helyükön vannak, erre később még egy 10 centis szigetelés kerül majd, hogy biztosítsa a kellemes hőmérsékletet a belső térben. Eddig 4 csoportos volt a bölcsöde, és minden csoporthoz tartozott 2 kisgyermeknevelő, illetve 2 csoportonként egy dajka. Ez a bővítés után már 5 csoport lesz, tehát itt ez egy bizonyos mértékű gyereklétszámnövekedés is fog jelenteni, hisz közel 60 gyerek járhat majd az intézménybe, illetve új munkahelyek is létrejönnek, hisz a plusz csoport miatt új dolgozókat is kell majd felvennünk. Az intézmény az 50-es években épült, és az első perctől bölcsödeként működik a városban. Bár folyamatosan fejlesztették, szépítették, javították az apró hibákat, megérett a teljes felújításra és az újabb bővítésre. A nagyszabású beruházás több mint 500 millió forintos állami támogatással valósul meg. Az idejáró gyerekek a felújítás végéig az óvodában és a korábbi játszóházban vannak elhelyezve, de a tervek szerint 2023. márciusában már birtokba vehetik majd a teljesen átalakított bölcsödét. Ettől viszont korábban kezdhetik el használni a Kossuth utcai kerékpárutat a város lakói. Ennek érdekében érkezik is a munkagép, hogy kiegyenlítse a talajt az egyik ház előtt. A most épülő kerékpárút szegélye miatt ugyanis itt egy kapubeállót is ki kell alakítani. A tervek szerint 2 héten belül ez is le lesz aszfaltozva, és bár most még locsolják a Kossuth utcai bringaút alapját, erre is hamarosan egy 4 cm-es aszfaltréteg kerül. 203 millió forint magyar kormány támogatásból felújításra kerül az újfejtől legrégebbi kerékpárútja, ami 1994-ben épült, és a városközpontot kötötte össze a köztemetővel. Ennek ez a kerékpárút kerül felújításra, illetve a tavaly átadott honvédelmi sportközpontig a temetőtől egy új kerékpárút is megépül ebből a forrásból. Tervénk szerint jövő tavaszra lesz kész. Ez Újfehértól legrégebbi kerékpárútja, amely egy lassan teljes hálózattá fejlődő rendszer része. A tervek szerint ez a hálózat jövő tavaszra 15 km hosszan össze is lesz kötve. Sőt, az önkormányzat szeretné, ha a városból kivezető főútvonalak mellett is kiépülhetne később a kerékpárosok biztonságát szolgáló út. Most azonban még ez a belterületi szakasz épül. Itt 2 héttel ezelőtt kezdődtek meg a munkálatok. Ez, ahogy elmondtam az előbb is, ez 1994-ben épült ez a kerékpárút, és ez már meg is, az idő vasfoga már sajnos megviselte, hisz ahogy látszik itt is nagyon sok fa lett ültetve nagyon helyesen a kerékpárút mellé, viszont ennek a gyökreit tönkretették a kerékpárutat, így megérett a felújításra. A közlekedés biztonságra nagy hangsúlyt fektetnek a városban, folyamatosak az ezzel kapcsolatos fejlesztések. Legutóbb 15 millió forintos saját forrásból a Májváskertben alakítottak ki egy gyalogátkelő helyet. A Kressz szerint legalább 15 méternek lennie kell a zebra és a buszmegálló között, ezért a református egyházközség előtt lévő buszmegállót is át kellett helyezni, ami így a református általános iskola és óvoda előtt kapott helyet. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Nagykáló polgármestere lesz a vendégünk. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!